Szekszárdon ünnepi hangversenyt adott a helyi kamarazenekar a Babits Mihály Kulturális Központban, majd a Szent István téri emlékműnél kezdődött ünnepi műsor az 1956-os forradalom és szabadságharca alkalmából. A visszatért hatalom pedig véltől habos szájjal vicsorog, hiszen eljött a bosszúállás ideje. Teszik, mert nem ismerik a latin mondást, ma nekem, holnap neked. Ács Dezső szekszárd polgármesterek köszöntőjében felidézte az 1956-os forradalom és szabadságharcig vezető főbb történelmi eseményeket, és azt, hogyan verték le a magyar forradalmat a szovjetek. A városvezető hozzátette, nem volt hiába való a szabadságért folytatott harc, mivel az 56-os forradalom ütött részt a szocializmus falán, és az vezetett el az 1989-es rendszerváltáshoz is. Az utókornak pedig az a feladata, hogy megemlékezzen erről, hiszen közös jövőnk záloga, szellemi és erkölcsi hagyományaink megőrzése, jelentette ki Ács Rezső. Méltóökösei kell, hogy legyünk annak, amit az 56-os fiatal kifjúk célként tűztek ki és meghatároztak, ez pedig a szabadságvágy, az, hogy a saját sorsunkat mivel fejlesztjük, az, hogy a hazugságot el kell söpörni az útból, és nem kell félnünk. Szekszárdon a Garai János gimnázium diákjai által összeállított irodalmi műsor zárta az ünnepséget. Pakson a városi ünnepséget a Csengei Dénes Kulturális Központban tartották meg. Csaló a köncsebb, hazug a halál, Sík Sándor költő szavaival köszöntötte az ünneplőket Szabó Péter polgármester. 56 ragyogása ma is tiszta fényt gyújt a szemnek, melynél megláthatjuk azt a világos, egyértelmű értékrendet, amelyben egy volt a cél és az akarat, és amely elvtelenül nem pusztán a hatalom megszerzésére szövetkezett, önmaga hamis szándékát az emberek szolgálatának köntösébe bújtatva. A városi ünnepségen adták át a Pro Urbe emlékérmet, melyet Kerné Magda Irén, idősebb Kiszti Károly és Forszer József vehetett át. Bonyhádon az 1956. október 23-ai eseményeket a középiskolás diákok műsora elevenítette fel. A haza iránt érzett szeretet erőt ad ahhoz, hogy továbbra is megőrizzük Magyarország és a magyar nép függetlenségét mindenféle elnyomó diktatúrával, idegen kultúrával szemben, hangsúlyozta ünnepi beszédében Bonyhád polgármestere Filoni Ferenc Ibolya. Az idegen hatalmakat kiszolgáló kormány ellen a mélyben izzott a gyűlölet parazsat. A szikrát a fiatalság bátor fellépése adta meg. Hitüknek, önfeleldozó bátorságnak volt köszönhető, hogy a félelemben élő Magyarország felemelte a fejét, a megalázott népből újra történelmére, kultúrájára büszke nemzetté vált. Bonyhádon az október 23-ai ünnepség fáklyás felvonulással és az 1956-os emlékhelyek megkoszorúzásával ért véget. Azért jön ma a professzor úr, mert a mama szerelmes belé. Tolnán a helyi Szent István Katolikus Gimnázium diákjai színpadi műsorral készültek a szabadságharc kitörésének évfordulójára. Déri Tibor Két asszony című novellájának színpadi átdolgozását mutatták be, így felhívva a nézők figyelmét a nők szerepére a harcok idején. Appelszoffer Ágnes, a város polgármestere beszédében Nagy Imre és mártírtársai, valamint a forradalom névtelen hősei mellett a harcok idején az ENSZ-ben a magyar üggyel foglalkozó, valószínűleg ezért meggyilkolt egykori dán diplomatáról is megemlékezett. Emlékezzünk egyenletten rá a dánra is, hiszen 1956 forradalmának és szabadságharcának e különös epizódja, ez a valóban politikai krimibe élő történet bizonyítéka. Bizonyíték arra, hogy a magyar nemzet őszinte, tiszta és szabadságvágyó lelke követőkre, támogatókra lett a nagyvilágban. Szabadság nincs még, és messze már. De uram, én akkor is maradok. Bátaszéken a II. Géza gimnázium diákjainak műsorával kezdődött a megemlékezés. Az ünnepi műsort követően az egybegyűltek koszorúkat helyeztek el a forradalom egyik mártírja, a 15 évesen a harcokban elesett Mansfeld Péter emlékére emelt kopjafánál. Az ünnepi beszédet Péter Gábor a gimnázium tanára mondta, kiemelte az összefogás fontosságát, mert 56 szellemisége a mának is szól, hangsúlyozta. Ezek a hősök nem azt várják tőlünk, hogy kívülről fújjuk az események lefolyását. Nem is azt, hogy név szerint ismerik őket. Egy valamit azonban joggal várnak. Azt, hogy hűek legyünk elveikhez, az általuk képviselt értékekhez, és tovább vigyük azt a hitet és egységet, amellyel ők a magyar nép jövőjéért áldozták életüket.
Dombováron az 56-os téren tartottak megemlékezést. Éri Tamás helyi pedagógus arról beszélt, hogy örök hála illeti a forradalom vértanúit. Örök hála és dicsőség 1956 vértanúinak, hogy emlékeztették a földkerekség népeit, milyen a magyar. Dombováron ugyanúgy, mint Tolna megye legtöbb településén, koszorúzással ért véget a megemlékezés.